Vágom a fejét! Itt vagyunk Kecskeméten, amelyre nagyon büszke a kormány. Ugye ez egy fideszes vezetésű város, és arról híres, ez a híres város, hogy itt nagyon komoly fejlesztések, beruházások zajlanak, illetve az elmúlt hetekben arról is hallhattunk, hogy 1000 férőhelyes vendégmunkások számára épülő munkásszállót építenek, mondhatnánk azt is, hogy migránsoknak. Ugyanakkor most itt vagyunk Kecskemét cigánytelepén, vagy annak nevezett utcáin, és az látható, hogy itt hegyekben áll a szemét, ahogy itt a helyi lakók is elmondták, mindenfelé patkányok vannak, és áramlopást is láttunk. Mondom, hogy fel lehet ballagni, de mi a patkányok, mindegy kizadom a kocsiból, köcsögök. Igen. Nem a jobbikos? Nem, én nem a jobbikos vagyok. Én voltam jobbikos, de én már kiléptem. Nézze, én itt nőttem, nem volt ilyen ez az utca. Nekem látszik az ablakomon, hozzám már betörtek kétszer, mert ugye én két munkahelyen dolgozom, úgy hívnak itt, hogy magyar asszony, pedig én is roma származású vagyok. És ugye úgy gondolják, hogy én tele vagyok. Kinézik magát? Persze. Én itt nem is beszélek senkivel. Aki dolgozik, az már magyar, az nem roma? Igen. Itt maradt egy magyar ember, vagy ahogy az előbb hallottuk, itt a roma származású asszony azt mondta, hogy ő dolgozik, ezért őt már magyarnak tartják, és kvázi üldözik. Itt láthatunk, hogy föl is írták valakinek a házára, hogy ő paraszt, geci. Ez az igazi rasszizmus. Ez a maguk autója? Persze. És mi történt vele? Feltörték. El akarták. Most itt az előbb? Nem, hajnali időkben. Hajnali időkben? És itt laknak a környéken? Itt a másik utcában, csak itt meg kifogyott a benzin az autóban. Aha. Azt gondolom, el akarták vinni, csak nem volt benne benzin. Nyugalom, nem rendőrök vagyunk, csak dokumentumfilmet forgatunk. Meséljenek már nekem, hogy milyen állapotok vannak itt. De miért? Miért mennek el? Eljöttem Borsod megyébe, hogy itt is szétnézzek, miután Ásotthalmon rendet raktunk, és eljöttem Ózdra, amely a Jobbik fővárosának számít, hogy megnézzem Magyarország egyik legnagyobb és leghírhedtebb cigány telepét, az úgynevezett Hétes telepet, ahol az utolsó nem cigány származású, tehát magyar lakost, egy 93 éves nénit 2010-ben gyilkoltak meg. Jó napot! Mindenkinek a házon kívül kell? Lerongálta. Ott csinálják, ahol akarják éppen. Éppen, ahova jut. A házakban van fürdőszoba és WC? Sehol nincsen se fürdőszoba, se WC, és ezekbe a külső WC-kbe kell végezni a dolgokat. De ez totálisan fertőzés veszély, mert ez itt kifolyik. Tehát jön az eső, ez kifolyik, nem? A cigányok tudnak jobban csinálni. Azon kimegyünk fognak halni, de ahol dupak útnak, ahol megfognak. Akinek adósságában a... Na most már vigyázzanak, mert falopási most már elég rendesen lehet kapni. Hadd mondjam majd el. Az a mi szerencsém? Pepi! Van itt bűnözés, most komolyan. Jó, tudom. Itt Hétesen? Itt Hétesen. De milyen típusú? Jó, hogy így egymás között, vagy hogy? De milyen bűnözés van? Most olyan, hogy bemennek egy-két dolgot, eloptak a házukból, és kész, így egymástól. Némelyik cigány. Hát itt már nincs mit lopni, most őszintén, nem? Hát most mit, kilopják az ablakkeretet? Padokat csináltad, csak maci szétverték. Na de ki verte szét? Hát cigányok, mindenki. De mi verik szét? Az összesen. Mi verik szét? Megesszük a sajátjukat. Normális életre, nincsen ízé. Tehát ha valamit megcsináltak szépen, akkor azt nem kell szétverni, nem? Azt ne verjük már szét. Már elnézést kérek, de hogy... Vannak emberek. Ő úgy érted, hogy a mi fajtánk? Én most voltam itt a hátsó házakban, katasztrofális. Tehát azt, hogy nincs benne WC, fürdőszoba, nálunk nem kaphatna egyáltalán engedélyt se. Itt még ajtó nélkül is kiutalják az emberek. Jó, mindegy, én nem akarom magát kellemetlen helyzetbe hozni, hogyha Dávidnak dolgozik, akkor kötve van a keze. Én tudom, hogy ez mit jelent. Mindegy, itt messze nincsen rendben. Itt vagyok Enyingen, Sztojka Ivánék háza előtt.
eljöttem, hogy megkérdezem Sztojka Ivánt, hogy be tudja fizetni a bűnügyi költséget, illetve a meggyilkolt Marián Kozma családjának a kártérítést. Jó napot! Jó napot! Jó napot kívánok! Filmet forgatunk! Azonnál takarodj el a filmet, én szétvágom a fejbe! Megértette egy takarodtól? Sztojka úr nem jön ki, az autóját látjuk. Az édesanyja, ha minden igaz, az édesanyja kiabált, illetve fenyegetett meg minket éppen itt az előbb, illetve ott hátul gyülekeznek már többen, de úgy látszik, hogy Sztojka úr most nem jön ki, pedig biztos, hogy lennének kérdéseink. Nem csináltak már maguk cirkuszt! A mi nem csináltunk semmit. Harcultak. De kicsoda? Én nem az igazat mondták. De most miért tetszik? Miért tetszik kiabálni? Mi? Hát azért, mert csináltak miért? Maguk olyan munkát. Följelentem magukat, arra számuljanak. De kit? Tudja, hogy ki vagyok? Én majd a kocsi által megtudjuk, hogy ki vagyok. De most miért? Hát semmit nem követtünk el. Igen. Hát nem, az Ivánék. Nincs itt hol senki, és maga a filmet vetíteni. Hát hogy ne lehetne közterületen? Most is hallgatja a hölgy, aki fölvet. Jó. Igen, most is hallgatja. Viszontlátásra. Itt állunk Farkas Flórián háza előtt. Ugye ő a miniszterelnök korábbi cigányügyi biztosa volt, illetve több milliárd forint közpénzzel nem tud elszámolni. Nyomoznak a hatóságok, de érdekes módon a hajaszála sem görbül. Évek óta bujkál a közvélemény előtt. Most 8:30 van körülbelül, úgyhogy eljöttünk ide a szolnoki házához, be fogok csöngetni, és megkérdezem, hogy a hatóságok kihallgatták-e. Jó estét kívánok! Farkas úr! Jó estét kívánok, Farkas jó úr! Estét. Torockai László vagyok, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke. Üdvözlöm. Segítsen már nekem, mondja már meg, hogy mi a helyzet ezekkel a nyomozásokkal. Egyetlen. Hát, amit önök ellen folytatnak. Ellen nincs semmi. Én a többi politikussal ellentétben nem íróasztal mögül, vagy a parlament bársonyszékei közül pofázok, hanem mindig ott vagyok a terepen, most is végigjártam az egész országot, voltam Enyingen, voltam a Borsod megyei cigánytelepeken, voltam a Kecskeméti cigánysoron, és voltam Szolnokon, Farkas Flórián cigányügyi kormánybiztos házánál is, és azt tapasztaltam, hogy a katasztrofális Gyurcsány kormány időszakához képest semmivel sem lett jobb a helyzet a Fidesz kormányzás alatt, sőt, azt láttam, hogy a Jobbik által vezetett városokban sem változott semmit a helyzet, még mindig rendetlenség van az országban. Hogyha Mi Hazánkra szavaznak, akkor nem csak Ásotthalmon, hanem az egész országban rend lesz. Ezért voksoljanak május 26-án a Mi Hazánk mozgalom listájára, mert ez a Mi Hazánk.